Egy 30 futós tartolt reggel Zombor központjából, hogy nagyjából 5 órán belül Bajára érjen. Az 5. ultramaraton lefutását, amelynek évenként váltakozik a starthelye, némelyek egyéni sportolóként vállalták, míg mások páros, illetve 4-es váltóban vágtak neki a 61 kilométeres távnak. A lényege ennek a versenynek, hogy népszerűsítsük a sportot, ezen belül a hosszú távfutást, és népszerűsítsük a testvérvárosi közötti kapcsolatot. A távfutásra az ország egész területéről érkeztek résztvevők, emellett voltak, akik kora reggel átutaztak Bajáról, hogy visszafelé futva tegyék meg a távot. A mai örömfutás az a hugomnak szól, neki van ma a születésnapja, és ő kérte születésnapi ajándékba, hogy legyen egy csapat, és hogy fussunk közösen, és így trombitáltunk össze mi testvérek, még 2 fiatalembert, és futunk 4-en, azért, hogy jól érezzük magunkat, és jól sikerüljön a születésnap. Nemrég ott a futok, sajnos csak pár hónapja, de nagyon keményen készültem erre a mai napra. Baja és Zombor az idén ünnepli testvérvárosi kapcsolatának fél évszázados jubileumát. A most már hagyományosnak számító ultramaraton is része az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényeknek.